Köszöntöm a hét témája nézőit. Mai vendégem a Soproni Petőfi Színház új igazgatója, Kis József, Jászai Mairi díjas, magyar színművész, rendező és drámaíró. Köszöntöm itt a stúdióban, örülök, hogy elfogadta a meghívásomat. Köszönöm szépen, üdvözlöm a nézőket. Egy picit, hogyha mesélne a pályafutásáról, hogy egy kicsit a nézők is megismerjék, honnan jött, milyen múltra tekint vissza. Hát én igen régen szereztem két diplomát ebből a szakmából. Az első a színész diploma volt, és már harmadéves koromban gondolkodtam azon, hogy a rendezőkkel meg fog gyűlni a bajom, ha kikerülök a pályára, úgyhogy jelentkeztem rendezőnek is, és 6 év alatt így két diplomát sikerült szereznem, és akkor elhatároztam, hogy Szombathelyen színházat alapítok, ez a rendszerváltás körüli időszakban volt. És akkor egy ideig jól is mentek a dolgok, aztán rájöttek ott a Szombathelyen, hogy úgy látszik, ez mégiscsak pénzbe fog nekik kerülni, és akkor inkább lemondtak róla, én pedig szabadúszó lettem, mindenféléket elvállaltam, dolgoztam mindenhol, és aztán úgy beállt az én pályám egy irányba, drámákat kezdtem írni, és a színészet az szépen kicsúszott ebből az egészből, és maradt a drámaírás meg a színházrendezés, és kettő ezer, ami a legjellemzőbb az én pályafutásomban, 2007-től Balázs Péter mellett a Szolnoki Szigligeti Színháznak lettem a művészeti vezetője, és 12 évig ebben a munkakörben dolgoztam együtt Balázs Péterrel, és aztán eljöttem, átmentem Egerbe, az Egri Gárdonyi Géza Színházba. Ott is voltam még 2 évig, és aztán megint szabadúszó lettem, és nemrég itt rendeztem a Soproni Petőfi Színházban a Miért nem marad reggelire című darabot, ami Lux Ádámmal és Molnár Anikóval nagy örömömre, nagy sikere volt, szerették a nézők, és tulajdonképpen ennek köszönhetem, hogy amikor most kialakult egy furcsa állapot május végére, akkor fölkértek engem a Városházán a polgármester úr, hogy vállaljam el a színház igazgatói munkakört, és csináljak egy következő évadot itt, ami egyébként januárban szokott lenni, tehát ez az állapot, amit június 1-én volt. És én elvállaltam, mondom, ez egy szakmunka, én ehhez értek. És akkor egy hihetetlen gyorsan elkezdtük ezt csinálni. Hála Istennek, Eperjes Károly, az én Szamóca barátom, ő már ezt elkezdte korábban átgondolgatni, és nagyon jó ötletei voltak, úgyhogy erre rá tudtunk építkezni, és pillanatok alatt megcsináltuk az évadot, úgyhogy most tulajdonképpen itt ülök, és érdeklődve várom, hogy én legyek a hét témája szerda este, és erről hihetetlen frissen tudjak beszélni. Azért is friss, mert egészen pontosan ma volt az évad záró, kicsit ismertették, hogy mi is volt az elmúlt évadban, illetve pici betekintést is nyerhettünk abba, hogy mi lesz jövőre a 2023-24-es évben. Mi lesz egészen pontosan a címe az évadnak? Mert ez itt hagyomány Sopronban, és nagyon szívesen csatlakozom ehhez a hagyományhoz, a szenvedély évada. Ez lesz az alcíme, mottója ennek az évadnak, ami azért nagyon érdekes, mert szenvedély nélkül bármit csinál az ember, abból nem lesz semmi. Tehát csak szenvedéllyel lehet csinálni. Szenvedéllyel ül itt ön, szenvedéllyel ülök én itt, és beszélgetünk erről a dologról, de szenvedély van az ember munkájában, az ember családjában, a gyerekeiben, szenvedély van a férjében, a feleségében, a hitében, a hazaszeretetében, a jövőbe vetett hitében. Ez szenvedély nélkül ezt az életet nem érdemes csinálni, és itt csupa olyan darab lesz elővéve és bemutatva a kedves közönségnek, ami tele van szenvedéllyel, és nem biztos, hogy minden esetben győzedelmeskedik a szenvedéllyel bíró ember, de végig harcolja az útját a lelkében eredezett igazság érzet szerint, és a iránytűje szerint, ami mutatja az utat neki, és küzd, és robotol, és hisz az álmaiban, aztán vagy elbukik, vagy megigazul, de minden esetre megigazul, és tulajdonképpen, ha megigazul valaki, és az emberek lelkébe beleívódik az ő nagy küzdelme, harca, akkor már nem is igazán érdekes, hogy
sikerült-e neki elérni a céljait, vagy elbukott. Hát a színház az ilyen, az gyakran mesél olyasmiről, ami nem biztos, hogy révbe ér, de nem is az az érdekes, hanem a küzdelem maga, mondta Madách Imre az Ember tragédiájában. Ember, bíz és küzdj, és bízva bízzál, mondta. És hát mi küzdünk, és rögtön, hogy ezt alátámasztom, elmondom, hogy az első bemutató mindjárt Eperjes Károly rendezésében a Rómeó és Júlia lesz. És ennek az évadnak az egyik fő attrakciója, hogy Eperjes Károlynak most végzős osztálya van a Kaposvári Színi Egyetemen, és ide jönnek a fiataloknak egy része, természetesen nem az összes, ide jönnek gyakorlatra. És itt nagyon erősen meg fognak mutatkozni, a közönség megismerheti őket, láthatja, hogy milyen tehetséges emberek vannak ebben az országban, és mindig jönnek az újabbak és újabbak, és ide jönnek ők Sopronba legalább hatan, terveink szerint. A második bemutató, amiben szintén lesznek fiatalok, az az én általam írt Az angyalok nem sírnak című darab, ami egy nagyon megrendítő, nagyon szép darab. Tulajdonképpen kicsit hasonlít is a Rómeó és Júliára, ha úgy tetszik, ott is egy nagy szerelem van a középpontban, ami nincs kimondva, nincs beteljesülve, nem történnek semmilyen gesztus, ami arra utalna, hogy ez egy szerelem, még mielőtt kialakulna, meg is szűnik. És nagyon megrendítő, de én úgy gondolom, hogy a színház csak akkor értelmes, hogyha katarzis van a végén, ami azt jelenti, hogy az összetörés, a megrendülés után van egy feloldozás, ami után az emberek megtisztult, megújult lélekkel mennek ki az utcára előadás után. Ez is ilyen történet. Kéri Kitty, én rendezem. Kéri Kitty november 4-én lesz a bemutató, amikor az oroszok annak idején bejöttek tankokkal Magyarországra. Utána Kéri Kitty rendez a Kamaraszínházban egy nagyon szép történetet, Jean Anouilh, a Pacsirta címmel, ami egy Jean d'Arc történet, franciák által megálmodva, és hát nagyon megható, megrendítő, hát mindenki ismeri a történetet a kis parasztlányról, aki az egész világot fölforgatta mérhetetlen nagy hitével és szenvedélyével, hiszen ez a szenvedélyek évada, a szenvedély évada, és hát december elején mutatjuk be, hogy a karácsonyra készülő adventi lélekkel tudja a közönség nagy része megnézni. Természetesen fiataloknak is kínálunk rengeteg mindent, ami az ő bérletükben fontos, hogy szerepeljen. Például ez időtájt, amikor a Pacsirta megy, akkor fog menni a Hamupipőke című előadás, a Zsadonsz produkcióval koprodukálva, és hát ez nagyon mozgalmas, szép, színes, jelmezes, az is egy karácsonyi történet, a gyerekek remélem nagyon fogják élvezni. Utána Nagy Viktor fog rendezni nálunk. Nagy Viktorról annyit kell tudni, hogy Jászai Mari Díjas érdemes művész, jelenleg a Magyar Művészeti Akadémiának, a Színház Művészeti Tagozatának a vezetője, köztiszteletnek örvendő, kiváló rendező, az én jó barátom, és meg fogja rendezni a Legyetek jók, ha tudtok című nagyon szép történetet Néri Szent Fülöpről, akit maga Eperjes Károly fog alakítani, és a gyerekekről, akit ő befogadott, nevelt és útra bocsátott. Ez egy nagyon szép történet. Böjte Csaba jelenléte a mi világunkban, gondolom emeli ennek a fényét, és az embereket érdeklő, hogy 500 évvel korábban, hogy dolgozott egy Böjte Csaba a világban. Utána újra Eperjes Károly fog rendezni a nagy színpadon, és egy népszínművet fog megrendezni, a Vén Bakacsos és fia a Huszár, ez a címe, március 9-én lesz a bemutatója, és hát nem kell megijedni attól, hogy népszínmű, hiszen egy mai lélekkel, egy mai szakmai tudással, a fiatalok főszereplésével, akiket már említettem, lesz ez a bemutató, és szerintem rengeteg zenével, ez a Legyetek jók, ha tudtok is, rengeteg zenével van, és kerül színpadra, úgyhogy nagyon fogja szeretni a közönség. Csak úgy, mint az évad legutolsó bemutatóját, ami a Csókos asszony című operett, ami nagyon játékos, nagyon kedves, nagyon befogadható. Én mindent meg fogok tenni, hogy a fiatalok is megérezzék, hogy ebben milyen sok szépség van. A szerelem természetesen, mint legfőbb iránymutató.
És hát van a Bajza utca sarkán egy kis palota, ezt mindenki ismeri, ez fog elhangzani benne. És hát én fogom rendezni, mert be akarom bizonyítani, hogy ez olyan műfaj, és ez olyan előadás, és ez olyan mű, ez a Csókos asszony, amit a fiatalok is be tudnak fogadni, és nagyon tetszik, ha megnézik, tehát meg kell nézniük. Nagyon röviden még egy utolsó kérdést feltennék, mert nagyon izgalmas, amit felsorolt, hogy milyen színházat képzel el itt Sopronban? Ezzel az évaddal már fordulunk, a nagy tengerjáró hajóval, fordulunk egy irányba, aminek mondjuk én úgy fogalmaznám meg a karakterét ennek a világnak, hogy a polgári színház. Hogy ez, mi az, hogy polgári, azt leginkább mindenkinek ajánlom, hogy olvasson Márai Sándort, aki megfogalmazta, hogy mi a polgár. Én úgy gondolom, hogy egy olyan városban, mint Sopron, aminek ilyen rettenetes, hatalmas nagy hagyományai vannak, építészetében, szellemiségében, történelmében, hogy ott az emberek azt, hogy polgárok fokozottan érzik, és finomítani szeretnék, árnyalni, újra megbizonyosulni benne, hogy ez az, amit ők gondolnak erről, és abba az irányba fogunk fordulni. Ez az évad már ezt tükrözi. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt, és nagyon sok sikert kívánok önnek az új évadhoz, és mindenképpen én is meg fogom látogatni a színházat, legalábbis az ön egyik darabját mindenképpen meg fogom nézni, amit ön is írt. És talán a többieket is érdemes figyelmemet. Köszönöm nagyon szépen, és akkor a kedves nézőknek is megköszönöm a figyelmet, és arra buzdítok mindenkit, hogy járjanak színházba, érdemes lesz idén is, illetve jövőre is. Köszönöm a figyelmet.